Sziasztok! A kerekasztal, cosplayes kerekasztal beszélgetésünk következik, ami igazániból arról fog szólni, hogy szemezgetünk itt egy-két témából, cosplayes témából, a nagyvilágból, illetve így a hazai életből is, és ezt fogjuk egy kicsit kielemezni. Ha akartok egyébként, kérdezhettek is, akár bele is szólhattok, és szeretném felszólítani a színpadra a résztvevőinket. Jöhettek is akár sorban. Itt van velünk Jobbágy Ildikó Okidó. Aztán itt van velünk Laukó Viktória Rájza. Választhatok széket nyugodtan, amelyiket szeretnétek. Itt van velünk Vörös Zoltán Zakari. És ennyien vagyunk. De valaki hiányozna, de nem. De, Mantis, hol van Mantis? Nem látom. Elhagytuk egy tagunkat. Igen, megvan. Tudtam én, hogy hiányzik valaki, az elején még megvolt. És szó Gabriela Mantis. Büntetésből ezért neki kell középre ülni. És közben helyet foglalunk, mindjárt kicsit Zakinak nekiadjuk a mikrofont. Egyébként addig elmondom nektek, hogy úgy megvan, szuper kerekasztal, és tudom is léptetni. Nagyszerű, igen. Ez lesz az első témánk. Ez az, nyugodtan helyezkedjetek, hogy lássátok. Na, hogy ez miről is szól. Japánban létezik a városnézésnek egy új formája, ez pedig nem más, hogy a turisták egész egyszerűen úgy ülhetnek kis gokárt autókba, és nézhetnek szét a városban, hogy be is öltözhetnek mellé. Ehhez van egyébként egy kis filmünk is, hogy megmutassam itt nektek, hogy miről van szó. A Marie Kartos kis videót kérjük szépen. Az lesz a nagyobbik. Ők mindannyian turisták egyébként. Egyébként mondják azt is, hogy meglepő, hogy ezeket a kis gokártokat kiengedik konkrétan a forgalomba. Tehát ezek nem elzártan a forgalomtól mennek, hanem konkrétan a tokiói forgalomba engedik ki őket.
akkor szerintem ennyi elég is lesz belőle. Ha a technikusunk ide figyelne. Róka! Jó, igazándiból ugye, hát ez lenne a dolog. Ja, igen, látjuk is itt a Habály Mario Kart, ott ül Mario és Luigi a közepén. Úgyhogy akár beleilletettek volna az egészbe. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes ötlet, hogy cosplaybe bújtatni a turistákat, és úgy nekiengedni őket a forgalomba város nézni. Erről szól most akkor az első téma, hogy ez egy milyen ötlet, részt vennétek-e benne? Az, hogy ti néztétek, az biztos nagyon jó volt. Én most már nagyon jól tudom, hogy milyen amok a moziban a nulladik sorban kell valamit nézni, és valami eszeveszetten rossz. Nos, hát nekem az első gondolatom az volt erre a videóra, hogy te atya úristen, ezt abban a városban csinálják meg, ahol egy kicsikét is, hogyha rossz az idő, akkor az egyik nap a páros, a második nap a páratlan számú, rendszámú autók mehetnek, és így belegondolok, hogy kiengedik a sok őrültet az utcára, miközben a forgalom is alig tud menni, és egy külön sávot még fenntartak nekik, hát elismerésem annak, aki ezt mosolyogva tudja végignézni. Egyébként egy hihetetlen nagy poén. Én mindenképpen szeretnék rengeteg feldeszemű turistát látni majd a magyar tömegközlekedésben, a BKV buszok között, ahogy szekérrel rohangálnak, és hogyha majd én is fogok majd tudni mosolyogni, akkor ez biztos, hogy pozitívan értékelem. Igazából az a nagy altunk, hogy ehhez kellene nekik egyáltalán jogsi, vagy csak úgy kiküldik őket, hogy menjetek. Én azért egy jogsit... Valami papírt kitöltöttek az elején, de japánul volt, úgyhogy nem tudom, mit töltöttek. Lehet, hogy eladták a veséjüket. Mantissa, ha nem is ilyen téren, de már van tapasztalat. Igen, mert mi is végig kocsikáztunk már cosplay-en a városon, de mi legalább a biciklutat meg a járdát használtuk a Veki Races flugos futamkocsinkhoz. Ja, volt nekik egy, ők építettek egy autót, tehát most nem egy kis Suzuki-ra gondoltak, hanem konkrétan megépítettek egy kőkorszaki autót. Olyasmit kell elképzelni, mint a Flintstones-ból, ha nem ismeritek ugye a hasonlíthatjuk ahhoz is, csak az, hogy aki nem ismeri esetleg azt, amit ti építettetek. Legközelebb azt csinálják, jó. Tehát, de akkor vigyetek minket is. McDonald's-ba voltatok vele? Még nem. Nem, majd tervezzük, hogy majd megkizünk is, meg autómosóba is el akarjuk vinni. Megnyomtam, bocsánat. Igen, ugye ez a Marikar azért poén. Hoppá. Tehát szerintem azért poén, mert ugye van ez a Máriós játék, és ugye akkor is ilyen kis gokartokkal kell szágoldozni, de az biztos, hogy én nem próbálnám ki. Tehát ilyen beengedni ugye a forgalomba őket, nincs rajtuk rendszám, és nagyon durva, tehát ez pök poén, csak én miközben vezetném ezt a kis gokartot, az biztos, hogy a városból semmit nem látnék, mert közben ott paráznék, hogy mikor fog elvinni egy négy kerékhajtású böhöm, tehát nagyon vicces, csak szerintem jó, Japánban lehet, hogy van létjogosultsága, itt nem nagyon lenne. Elütött turistákról még nem hallottunk, de aztán lehet, hogy jól titkolják egyébként. Meg az a nagy alak, hogyha valaki nagyon beleéli magát, és így elkezdi dobálni a banánhéjat, meg így a különböző dolgokat. Jó, ugorjunk a következőre? Jó, ugorjunk. Na, hát gyerekek, szülők és a cosplay. Ugye ez a téma onnan jött, látjátok ezt az apukát és a kislányát igazániból, az ő történetük is kicsit abból indult, hogy az apuka, a kislány az úgy szeretett konokra járni, az apuka viszont egy ilyen nagyon visszahúzódó szülő volt, ő nem is nagyon szeretett úgy kijárni a munkahelyén kívül máshova, és hát igazániból a gyerekért megtette azt, hogy elkezdett kijárni konokra, az elején kényelmetlenül érezte magát, aztán ugye hát nem voltak túl gazdagok, de elkezdtek beöltözni, és ő is beöltözött a kislánya kedvéért. Ugye rengeteg sztorit hallunk idehaza is, hogy vannak cosplayersek, akik panaszkodnak, hogy a szülők nem támogatják őket, azt mondják, hogy kislányom, hülye vagy, miért öltözöl be, ez egy nagyon nagy hülyeség, míg hát vannak pozitív példák is bőven, tehát ezért is bonszolgatnánk ezt a témát, hogy igazából a szülők hozzáállása a gyerekekhez, hogy mennyire fogadják el a hobbiukat, és illetve ezt az egész kultúrát. Szerintem itt nem a cosplayről van szó, szerintem egyébként ez egy olyan téma, hogyha egy szülő általában a gyerekének nem ad meg annyi hitelt, hogy akármilyen hobbiát tudja legalább annyira támogatni, hogy elfogadással, és legalább támogatással, legalább a rendezvénynek a helyére elviszi, akkor ott igazából a probléma az már túlmutat igazából magán a cosplayen, és akkor egy olyan dologról van szó, ami nem a cosplayen belül érdekes, hanem inkább mint családszociológia.
De egyébként ez a cosplay az igazából a felszabadulásnak az egyik formája. Én biztos vagyok benne, hogy egy szülő is igazából fiatal korában, amikor megnézte a visszajövőbét, akkor az alapján választott Jackie-t, hogy nézett ki Martin. Szóval igazából mindenki gondolt már arra fiatal korában, hogy beöltözzön. Kérdés, hogy képes-e ezt felszabadítani magában annyira, hogy akkor, amikor a gyereke elmegy, akkor ő is ezt felvállalja. De én nem akarok elkanyarodni a témától. Én őszinte leszek, én a szülő és a cosplay és a gyerek kapcsolatban egy nagyon pici zárójelben egy más témát vennék elő. Erre én reflektálok csak. Én azt tartom sokkal egészségtelenebbnek, hogy ma már 10 éve van mindenképpen cosplay az országunkban. És az a generáció, aki elsőnek cosplayelt, és cosplayerként nőtt föl, az ma már általában anyuka vagy apuka. És én egyébként, mint magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy én nem tartom egészségesnek azt, hogy egy szülő a frissen szült porontját, azt a saját cosplay, bocsánat, hogy ezt mondom, de ki kell, hogy mondjuk, saját cosplay perverziójára használja föl, mert szerintem a gyerek nem olyan biztos, hogy annyira örül annak, hogy szétfotózzák az agyát, mert ő éppen egy kis Naruto, meg ilyesmi. Tudom, hogy ezzel eléggé lelkekbe gázolok, de szerintem ez egy nagyon fontos téma, és nagyon fontos szerintem, hogy egy cosplayer, ha elkezd mondjuk tételezzük fel szaporodni, akkor gondolkozzon el azon, hogy a saját álmáról van szó, vagy a gyereknek az álmáról van szó, és a gyerek nem cosplay alapanyag. Szerintem ez aktuális téma, és maga az, hogy mennyire támogatja a felnőtt szülő a mostani generációt, az szerintem mindenképpen kell, hogy működjön, hogyha jó a gyerek-szülő kapcsolat. Igazából bennem is először ez merült fel, ami Zekiben is, hogy már ugye felnőtt az Y generáció is, és én a másik oldalról közelíteném meg ezt az egészet, mert korábban ugye a korábbi szülők, hogyha lehet ezt így mondani, nehezebben kezelik ezt a kérdést, viszont akik ugye most már 30-asok, ugye a 80-as évek szülöttei, az ő gyerkőceik, ha belevágnak egy ilyesmibe, akkor sokkal elfogadóbb szülőkre találhatnak ebben, úgyhogy ez lehet talán egy kicsit a jobb oldala. Őszintén megvalva, én nem szeretnék a szüleimmel cosplayelni, de amúgy biztos poén lehet. Nem tudom. Ebben a szituációban én sem nagyon tudom elképzelni magam, de igazából ők se vetették fel soha, és szerintem azt felvetette anyum, hogy varjak neki ruhákat, de az más. De alapjáraton nálunk nem is nagyon volt ebből probléma. Az elején még lehet, hogy reménykedtek abban, hogy majd kinövöm. Aztán látták, hogy nem úgy, hogy kaptam műhelyt, meg varrógépet, meg tanítgattak, hogy hogyan ne öljem meg magam a sósavval forrasztás közben. Úgyhogy nekem igazából így pozitív tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, de hallottam már mástól vissza, hogy igen, nekik ezt így gyerekesnek tartják a szülők, meg próbálják lebeszélni a hobbiáról, de szerencsémre ebbe az oldalba így nem láttam bele. Én már így 10 éve azt hallgatom, hogy már megint mit csinálsz, és miért csinálod, minek csinálsz ilyen hülyeséget, inkább csinálnál valami értelmesebbet. De ha nyerek véletlenül, akkor bezeg te vagy a... Ha nem, mi is akkor ezt meg... csináljuk vele úgyis. Ha nem nyerek, akkor meg minek vettél ki? És akkor így... Nem erről szól. Ezt mind úgy, hogy amúgy tesi tanárok a szüleim, tehát így a verseny meg a részvétel, a fontos az úgy érdekes tőlük pont ezt hallgatni. A másik kérdés, amit mondtál, hogy gyerekeket belehúzni, de ha belegondolsz, hogy a gyerekek azért jobban szeretnek már amelyiknek milyen affinitása van szerepelni, mutogatni magukat. Kisgyerekek általában, ha akarod, ha nem felmásználnak a színpadra, tehát ez nem feltétlen a ráerőltetés. Az nem szereplési vágyú, csak az egész világot fel akarja fedezni. Szerintem lehet, hogy bár ez lenne, én attól félek, hogy inkább mi akarjuk belelátni abba a gyerekbe, hogy te is akarod, ugye, hogy akarod, és akkor két lépés, és ma azt csináljuk, hogy gyerekszépségverseny, ami nagyon jól tudjuk, hogy milyen iparág.
Egyébként engem a szüleim olyan szempontból támogattak, hogy nem tartották normálisnak, de amikor zseniális teknős voltam, az apám az leborotválta a fejemet, már pedig utálja a skinheadeket, és innentől fogva kialakult az apám is köztem valami olyan fajta bizalmi kapcsolat, ami mindenképpen elmondható, szóval voltaképpen, mivel ez egy probléma tud lenni szülő és gyerek között, és a problémát, ha közösen megoldják, az már marha jó dolog, és elmondhatják, hogy hát én támogatom a gyerekemet, még akkor is ez szerintem őrült. Igen, és ugye ehhez hozzájöhet még egy olyan hasznos járulék, hogy aki cosplay-el kezd el foglalkozni 10 éves korában, akkor úgymond értelmesebb dolgokra fogja költeni a zseppénzét, és fejlődni fog, és megtanul sok mindent. Nem úgy, mint akik ugye unatkoznak, és ki tudja milyen bajba keverednek. A cosplayer közösség általában pozitív felhangú kellene, hogy legyen, és jobb helyen van a gyerkőc cosplayer között, mint amilyen helyen lehetne akár. Szubjektív szerintem, mert hogyha most pont egyébként egy ilyen marihuána legalizáció megbeszélésen lennénk, akkor pont azt mondanák, hogy hát szerintem inkább, mint hogy furcsa Pikachu-nak öltözött, infantilis, mindenféle bizonyára problémás, szexuális beállítottságú fiatal látorzuljon, inkább akkor legyen a barátaimval és sokat nevessen. Picit szubjektív egyébként az értelmes dolgokra költés. Persze, a kerekasztalon ugye a szubjektív véleményünket mondjuk el, úgyhogy igen, ez az én szubjektív véleményem. Jó. Nem tudtam, hogy értünk jönnek, vagy... Lehet, hogy gyors hajtottunk Mantisszal. Igen, valaki kimondta, hogy marihuana legalizáció. Szóval igazán ehhez a témához talán még annyit, hogy ugye mai napig látom a Facebookon egyébként, hogy ilyen különböző csoportokban írják a cosplayesek, hogy azért kérnek a többi cosplayestől tanácsot, mondjuk ilyen-olyan ruhában, mert hogy a szüleihez nem fordulhat, mert a szülei ellenzik, hogy cosplayeljen, vagy egyáltalán azt mondja, hogy hülyeség és nem akar neki segíteni. Viszont az elmúlt pár rendezvényen már azért én is sok olyan példát láttam, hogy a szülők ott, akik igazából nekik ez egy teljesen új világ, tehát nem járnak ki ilyen rendezvényekre, de elkísérték a csemetét, és mondják, hogy ó, igen, ott a kislányom én, és hát elhoztam azért a versenyre, mert megnézem, tehát igazából sokkal nyitottabbak kezdenek talán most már lenni erre. Közben még eszembe jutott külföldi példa, hogy keringett egy videó az apukáról, aki ilyen Disney hercegnő ruhákat csinál a kislányának, és olyan, hogy így mondjuk... Anna ruha van rajta, vagy az, hogy elszállnak a koronázás, és akkor megpördül a kislány, és akkor hirtelen már így a másik, tehát így ezeket, direkt ezeket az átalakítós ruhákat csinálja, és designer az apuka, és ez lett az egyik új projektje, és ő is így egész népszerű lett. Viszont láttam egy ellenpéldáját, van egy anyuka, aki így elkezdett a kislányával beöltözni, és minden hónapban csinálnak egy közös cosplayt. Például így anyuka demóna volt, és a kislányát beöltöztettek mini csipke rózsikának, és így mindig a kislánnyal együtt választják ki, hogy mi legyen. És így elkezdtem olvasni a kommenteket, és nagyon sok negatív visszacsatolást kaptak, hogy csak önmutogató így az anyuka, és így ráerőlteti a kislányra. Tehát ott is nagyon megoszlóak voltak így az emberi vélemények, mert van, aki támogatta, hogy legalább milyen jó, hogy így közös hobbit találtak, és kiélik a kreativitásukat, van, aki meg így nagyon nem. Tehát ugyanúgy megosztottak a vélemények. Szerintem nincsen annál menőbb, amikor van egy idős ember, mondjuk egy nagyszülő, ő is kreatív, nagyon, mert mondjuk tételezzük fel, amikor a kislány az még kicsi volt, akkor a farsangi ruha az mindig valahogy megnyerte a versenyt, meg ilyesmi, amikor még nem volt ugyebár cosplay, és amikor ez az idős ember rájön arra, hogy itt egy lehetőség, és a saját korához illően egy öreg karakternek beöltözik, elmondhatatlanul rúl. Én nem is értem, hogy miért nem találkoztam még olyan versenyzővel, aki beöltözött az öreg boszorkánynak, és mondjuk öreg lett volna, az biztos, hogy nincs a világ összes külön díja, amit nálam meg nem kapna. Bár lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok, de szerintem ja. Erre egyébként az a válasz, legalábbis én szerintem, hogy más, Magyarországnak más a kultúrája. Tehát például ugye sokat járok Hollandiába, ugye az ottani rendezvényre, és ott már több generáció óta egy hagyomány az, hogy elmennek ilyen-olyan beöltözős rendezvények, és a család együtt megy. Tehát az apuka, a nagypapa, a nagymama, és a 70 éves nagymama is kimegy, mert tudja jól, hogy ő most már idős, de azt mondja, hogy jó, akkor leszek én a gonosz boszorkánya a hófehérkéből, és tényleg is ott van, és csinálja, tehát valószínűleg ez egy részben egy kicsit kulturális dolog is, hogy majd ha ezek a generációk megöregednek, és nem tudják hátrahagyni a cosplayt, akkor valószínűleg majd jön ez a generáció is, akik majd jönnek, és még itt lesznek 70 évesen is.
Igen, és én töredelmesen bevallom, hogy amikor a testvéremnek megszületett a kisfia, akkor bennem felmerült ez az ötlet, hogy ugye én csináltam egy Jared cosplayt, és én szerettem volna, hogy a kisrác legyen Tobi. De hát ugye a húgom elutasította, úgyhogy nem erőltettem, de nagyon-nagyon poén lett volna, úgyhogy kénytelen leszek majd beérni egy ilyen beöltöztetett játékbabával. Az a vicc, amíg a testvéremnek a gyerekei kisebbek voltak, én is így terveztem, hogy jaj, de jó lesz majd behúzni őket végre. De hát már túlnőttek rajtam, szóval várom a következő. Jó, ugorjunk? Ugorjunk, jó. Következő képen. Én nálam van. Ha. Igen. No, hát ez a melyiket válasszam, ez tulajdonképpen abból a dologból jön, hogy Facebookon egyre többen látjuk azt a kérdést, hogy amikor egy cosplayes vagy leendő cosplayes így bedob egy ilyen kérdést, hogy hát szerintetek ez a karakter népszerű lenne a konon? Tehát nem az alapján, egyre több az olyan ember, aki nem az alapján akar választani, hogy most népszerű, nem pontosabban, hogy milyen karaktert szeret, vagy neki mit tetszik, hanem az alapján akar választani, hogy mi az, ami jó eséllyel népszerűséget fog neki hozni. Tehát ez a két tábor van, hogy most olyan cosplayt választanak, amiben jól érzik magukat, és tényleg azért választják, mert nekik jó ez, vagy a népszerűséget válasszák. Ez megint nem a cosplayről szól. Ez megint arról szól, hogy valakinek olyan rossz, olyan szinten nincsen pozitív visszaigazolás az életében, hogy gyakorlatilag egy potenciális lehetőséget lát a ruhájában abban, hogy majd engem fognak szeretni, amikor fotóz a fotós, és ez megint nem, ez megint egy felhasználás. Kérdés igazából egyértelmű, hogy ebből csak azt leszűrni, hogy az egész egy hazugság lesz, és hogyha neki jó az, hogy önmagának hazudik, hogy ő ezt most élvezi, miközben valójában csak a karakterét szeretik, és a karaktert akarja meglovagolni, és ezáltal sikert elérni, és nem arról szól, hogy az egész egy tök jó gag, egy nagyon jó poén hétvége, hogy szóval nem az történik vele, mint ami szerintem velük megtörtént, hogy a karakter választotta ki az embert, és az ember erőltetve találta ki a karaktert. Én sokszor sok játéknál elgondolom, hogy egyszer már csak a karakter design miatt választanak cosplayeket, ami szerintem a craftsmanship kategóriában szerintem talán járható út, mert ott nem a karakter hűség a lényeg olyan szempontból, hogy maga az inkarakterség személyiségben, hanem maga a megvalósítás, és akkor el tudom fogadni, viszont hogyha valaki, hogyha abból indulunk ki, amit a képen látunk, hogy a képen látható hölgyről én jogosan feltételezem, hogy ő a fotógépek miatt vette föl azt a szoknyát, és nem azért, mert mennyire poén a barátnőimmel szoknyát felvenni. Ennyi. Mindjárt folytathatod, annyit fűzök ehhez hozzá, hogy ez a kép a japán komiketen készült, és a japán komiketről azért tudni lehet azt, hogy nagyon sok cosplayes azért megy oda ki, mert pontosan ezt kapja, és nagyon sokan odáig mennek el, hogy szinte egy szál semmiben mennek ki, pont ezért. Ezeket a komiketnek egyébként behozni egy olyan szabályt, hogy konkrétan meg kellett határozniuk, hogy egy cosplayesnek hány százalékát, testének hány százalékát kell, hogy ruha fedje. Mert olyan szintre lement ez az egész, hogy egyszerűen muszáj volt nekik szabályozást bevezetni rá. Bocsánat, folytathatod. Nem akarom sokáig húzni. Ez a sötét szövetség, ezt a cosplayesek a fotósokkal kötötték tudat alatt, és a fotósok voltak azok, akik tényleg, akik oda akartak a szoknya alá is bújni fotógépekkel, és volt, aki ebben élményt lelt. Ez egy nagyon szomorú jelenség. Mindenkit felszólítanék, hogy ne ezért cépézzem. De ugye már alapból ez a kérdés az, amitől kevés tőledettől sikító frászt kapok, mert ugye amikor mi kezdtük, akkor úgy kezdtük, hogy 10 éve ez egy buli volt beöltözni, kvázi, ahogy mindig télen-nyáron farsangnak hívjuk. Kicsit már túlléptünk a farsang kategórián, de az alapjai azok. És elgondolkozhatunk azon is, hogy kerültünk idáig, hogy egyáltalán felmerül az a kérdés, hogy most a kezdő, aki még nem csinált semmit, csak látja többieket, egyből nem azzal kezd, hogy ezt szeretnék, azt szeretnék beöltözni, hanem hogy hogyan lehetek sikeres. Én szerintem ebben nagy részt a Facebook is hibás. Tehát amikor bejöttek a lájkok, és elkezdte mindenki lájkban mérni, ugye a kon utáni ez voltam, az voltam, és nézi, hogy melyik karaktereknél pörög a számláló. Igen,
Hát mióta megjelent ugye a közösségi média, azóta jelent meg a cosplay berkeim belül a népszerűségi verseny, és pont ez a téma szerintem mindig felvetül, mikor cosplayer ismerősökkel, barátokkal beszélünk, hogy mi nem ezért kezdtük el, mi nem akartunk híresek lenni, nem akartunk meghívásokat, nem akartunk pénzt keresni, hanem ugye csak a szórakozásért és a saját érdeklődési körünknek ugye a kiéléséért kezdtük el csinálni, és tényleg nagyon kiábrándító az, hogy páran azért kezdenek el cosplayni, hogy népszerűek legyenek, hogy Facebook celebek legyenek, és így tovább. És nekem minden egyes porcikám tiltakozik az ellen, hogy én azért válasszak karaktert, mert az egy népszerű karakter, akit sokan szeretnek, és biztos akkor kapnék 5 millió lájkot két nap alatt. Én egyszerűen nem tudok olyan karaktert választani, akihez valamilyen szinten nem kötődök, aki valamilyen szinten nem fontos, és kicsit értetlenül állok a tendencia előtt. Tudom, hogy nagyon sokan vágynak a visszajelzésre, de nem így kell. Pont ehhez egy kiegészítés, ugye ez a hogy úgy kell válaszolni, hogy kötődünk a karakterhez. Pont azért is érdekes, mert itt nagyrészt a cosplay zsűri ül ugye itt a színpadon, illetve Rajzát is nyugodtan belevehetjük, mert ő is zsűrizett, mert tehát mondhatnák azt, hogy itt olyanok ülnek most a színpadon, akik zsűriztek is, és elmondhatják azt, hogy szerintem minden versenyző fejében valahol egyszer megfordul az, hogy milyen karaktert válasszak, hogy nyerjek, vagy mi az, aminek esélye lenne nyerni. És ebből viszont egy olyan dolog jön, hogy választ egy karaktert nem azért, mert kötődik hozzá, hanem azt mondja, hogy na, ezzel esélyem lesz nyerni. Tegyük fel, hogy elmegy, nem nyer. Mi lesz belőle? Frusztráció, elkezdi utálni, stb. Tehát eleve már, ha már nincs kötődés, és azért választ valaki egy karaktert, hogy ennek biztos lesz esélye, abból szerintem csak csalódás és frusztráció jön. De igazából már azt feltételezi, hogy ha ugye azért csináljuk, mert szeretjük, ha nincs meg az a szeretet mögötte, akkor elég sok akaraterő és kitartás kell, hogy egy olyan szintű jelmezt összehozon az ember, akár 3-4-5 hónap munkával, kitartó munkával, pénz, idő, energia befektetéssel, hogy az olyan legyen és sikeres legyen, hogy ez hol éri meg az embernek, illetve hogy tudja ezt véghez vinni? Én nem akarok társadalom kritikában nagyon mélyen belemenni, de én sokkal távolabbra regisztráltam ezt a problémát. Azóta, amióta a kereskedelmi televíziózás van, azóta minden popszong arról szól, hogy legyél sikeres. Most már ott tartunk, hogy pénztant fognak minden iskolában nyomni, ami megint csak azt nyomja, hogy ne elégedett legyél, hanem sikeres. És addig, amíg az emberek sikereket akarnak elérni a cosplayben, és nem egy jó poént, egy jó elégedettséget elérni, és persze mellette az ember tökre kényelmes lény, és arra folyik, mint a víz, mindig a kevesebb. Ez úgy gondolom, hogy én szeretek cosplayelni, milyen jó lenne a cosplayből megélni, és végül csak a gerincemet kell el, és meg a popsimat kell eladni ahhoz, hogy eladható legyek. Addig szerintem, szóval ez egy általános probléma a világban. Szerintem, hogy mindenki a sikerre áhítozik, és aki cosplayer, az is a cosplayben akarja megtalálni a sikerét. Nekünk olyanok voltunk még, amikor elkezdtük, mint hogyha egy pincébe lettünk volna, és abban a pincébe alig dicsértek meg, csak magunkért csináltuk, és ezáltal nem történhetett meg velünk a prostituálódás. Meg van ennek még egy csúnya vetülete, ugye, hogy a sikerre hajtunk, és hogy miért nem nyerek, és akkor miért ő nyert, és akkor bunda meg, hogy ez meg az, és annyira rossz, mert annyira sokszor előjön, és így az ember mondhat, amit akar, mert hogyha már kialakult a véleménye az illetőnek, akkor így nehéz. Én is így valahányszor is zsűriztem, hogyha valaki nem értette, hogy miért az nyert, aki, akkor mondtam, nyugodtan jöjjön ide, és volt, aki oda is jött, és akkor elmagyaráztam, hogy kit én milyen szempontok alapján néztem, és mi alapján döntöttünk úgy, ahogy. Tehát meg lehet indokolni, meg is indokoljuk. Szóval így ez is ez a mi lesz a sikeres vetület. Jó. Ugorjunk? Vagy ugorjunk? Jó. Ez mindenképpen siker, amit az ember itt megél. Mindannyian megéltük azt, hogy már a fotósok, meg a rajongók, azok verekedni akartak már egymással, de én álltam sorban nála,
hogy én álltam itt előbb, hogy én fotózkodjak vele, és be kell vallanunk valami nagyon erőset. Ez az érzés drog, az egyik legkeményebb drog, és erről nagyon nehéz lejönni, és éppen ezért teljesen megértett, hogyha valaki megrészegül ettől az érzéstől, és a következő alkalommal érzi azt a dolgot, hogy de én szeretném, hogyha engem fotóznának, velem akarjanak fotózkodni, és ehhez erő kell. Pont. Jó, ugrunk a következő képünkre. Ez a cosplay és a pénz esete. Ugye sokszor lehet olyat hallani, hogy nyer mondjuk, hogy ott van egy tök szép cosplay, meg vagy mondjuk akár meg is nyer egy versenyt, és sokszor láttam olyan kommenteket, hogy ha ennyi pénzem lenne, akkor biztos én is tudnék ilyet összerakni. És hát ugye mondjuk a képen látható cosplay egyébként, azért választottam ezt a képet, mert itt pont láttam egy összeget, hogy ez mennyibe került. Körülbelül olyan 10 000-15 000 forint volt ennek a cosplaynek az összköltsége. És hát ugye erről szólna ez a téma, hogy attól, mert mondjuk, hogy van egy jó cosplay, nem biztos, hogy mondjuk 200 000 forintot költött rá a gazdája. Hát nagyban függ ugye az alapanyag választástól, hogy nem kell a világ végére menni és lehozni a csillagokat, hogy én most ilyen meg olyan anyagból dolgozom, mert igen, a karton is lehet jó, ha valaki tudja úgy használni. De én például így az Evát azt nagyon megszerettem, kis reklám, de nem mindig kalkulálom, vagy számolom utána, hogy mennyit költök egy cosplay-en, nyilván igyekszem így nem az összes fizetésemet rákölteni, arra, hogy megcsináljak egy jelmez, mert azért fontos a költséghatékonyság, és így én személyesen még nem hiszem, hogy visszakaptam ezt a húha, ennyi pénzem lennét, aztán hátam mögött nem tudom, de direkt azért is, amikor így kirakja az ember, hogy mit miből csinál, hogy így lássák, hogy így is lehet, vagy úgy is, meg igazából most már eljutottunk oda, hogy a Warblay és társai csak sem olyan árkategóriájuk, hogy itthon is kaphatóak, hogy olyan nehezen hozzá lehessen férni, tehát egyre könnyebben hozzáférhetőek lesznek ezek az alapanyagok bárki számára, hogyha valaki mindenképpen abból szeretne. Az emberek meg a versenyzők mindig szeretnek ideológiát gyártani ahhoz, hogy ők miért voltak gyávák elkezdeni egy ruhát. És nagyon könnyű belemagyarázni azt, hogy ha nekem lenne annyi pénzem. De ez megint az élet minden területén előfordul, és ez egy általános jelenség, hogy bármit fel tudunk mutatni, valaki arra fogja kontrázni, hogy persze, mert neked van rá pénzed. És még hogyha nem is a pénz, akkor talán még rosszabb fizető eszközre szólják, azért, mert neked van rá időd. És az, hogy az tény, hogy ez a srác, hogy 10 000 forintból ezt a ruhát kihozza, maradjunk annyiba, hogyha ez egy srác, igen, nagyon pixelesen sem látom, hogyha ez egy srác, és én a csaja lennék, én már biztos, hogy szakítottam volna vele, mert biztos, hogy az elmúlt egy hónapban rám se tehederített. Szóval az tény egyébként, hogy nagyon sokat kell áldozni egy jó ruháért, ha nem pénzzel, akkor vérrel kell megfizetni, vagyis rengeteg munkával, itt ezt kell érteni, és azok, akik ilyen nagyon könnyen leszólják, hogy igen, mert neked van időd, vagy neked van pénzed, az egyszerűen csak azt a szegénységi bizonyítványát írja alá, hogy hát nekem, én nem tennék ennyi időt rá. A személyes tapasztalatom egy mondatban annyi, hogy engem is zavart a magas kiadás, mert tényleg már előbb-utóbb egy cosplay nem áll meg 30 000 alatt, hogy most tényleg összegeket mondjunk, és én azért döntöttem el, hogy én inkább ebből a fajta kézügyességből inkább megélni akarok, mint hogy megszegényedni, és ezért csináltam azt, hogy én inkább bevállaltam egy kézműves iparágat, és elmondható, hogy ma már az ember ezzel a fajta tehetséggel pénzt is képes keresni. Ő érdemes szerintem nem mindig azt nézni, hogy sikeret érjek el ruha költeményben, hanem lehet sikert elérni úgy is, hogy kereshetsz is ezzel a tehetséggel, mint amit a képen láthatunk. Az is egy irány. Én pedig ugye pont azok közé tartozom, aki mindig meg szokta ezt kapni, hogy mennyit költök rá, honnan van annyi pénzem, és fogalmuk sincs arról, hogy én mivel dolgozom. És honnan van? Hát... Néha különben tényleg olyan sufni tuningokat alkalmazok, csak ugye nem látszik, mert igyekszem úgy megoldani, hogy ne látszon, és nem tudják azt, hogy pillérekből is nagyon professzionális minőséget lehet kihozni, de tényleg én rengetegszer megkaptam a hátam mögött, vagy úgy is, hogy hallottam, hogy ha nekem lenne pénzem erre, arra, nem pénzkérdése, inkább időkérdése, kutatáskérdése, tesztelés kérdése, fantázia kérdése, kreativitás kérdése.
Szerintem a zsűri nem egyszer hallotta már, hogy a cosplayesek, amikor elmondják, miből van, aztán volt Eresz csatornánk. Az Eresz csatorna volt, amire konkrétan emlékszem. Most így más hirtelen nem jut eszembe, de bontották a házat rendesen. Jó, szerintem ugrunk, hogyha senki nem szeretne hozzászólni. Hát van nekünk egy ilyen, nem tudom, hogy mennyi, hányan tudjátok, hogy a Guinness rekordoknak van egy gamer verziója is, tehát nem csak a standard Guinness rekordok létezik, és ide sorolják egyébként a cosplayt is, és a képen látható srác, ő a cosplayes téren megnyerte a, ugye a Guinness rekordos díjat kapott, azért, mert hogy ővé az a cosplay, aminek a legtöbb működő alkatrésze van, tehát itt kiegészítőkre gondolok, hát ismeritek ugye Batmant, mindenfajta cuccai vannak, aki játszott a játékkal, főleg tudja, és ő a legtöbbet ebből megépítette. Ehhez is van egy kis filmünk, csak a technikusunk lelépett. A technikusunkat megverem egyébként. Erre annyit tudok mondani, hogyha nekem is lenne annyi pénzem, akkor nekem is lenne ilyen. Szerintem beszéljetek egy kicsit a témáról, kinek ki mennyi kiegészítőt, hasonlót gyártott már le a cosplayhez, és hogy milyen végletekig vagytok hajlandóak elmenni ebben a témában. És közben én előkeresem a technikust, berángatom a helyére, és megnézzük a videót. Nekem ez az egyik mániám, így személy szerint, hogy megcsináljak mindenféle kiegészítőt, ami működik. Tehát nekem már volt működő lánckardom, plazmafegyverem, bolterem, sorolhatom rengeteg minden, és ugye ez nem áll meg abban, hogy világít, hanem hangot ad, mozgás van benne, vibráció van benne. Bonyolult áramköröket szoktam csinálni, és ugye ez mindegyik egy tanulási folyamat. Én nagyon élvezem, ugye nem múltak el nyomtalanul a fizika órák, és ezért szeretek ugye mindenféle áramkört építeni. Szerintem ez egy hihetetlen kihívás, mert ugye a képen úgy sem látszik, viszont nekem az egy nagy plusz, hogy az tényleg az ott körbeforog, az ott villog, az nem tudom, tehát nagyon poén, és ugye sokszor tervezek egy csomó olyan egyéb működő kiegészítőt, például a következő fegyverem is ilyen kis surikeneket fog katapultálni, úgyhogy alig várom, hogy elkezdhessem. Köszönjük a YouTube köszönjük nagyon a YouTube tutoriáloknak annyi segítséget. Köszönjük. Ezzel megnézzük gyorsan a kis videót, jó, ne felejtsétek a szavatokat. Nem lesz hosszú, ígérem. Everywhere. The designer's hyper-realistic cosplay has secured him a spot in the Guinness Book of World Records. Checkley was awarded the world record for the most functional gadgets with 23 pieces. The suit includes several classic Batman tools such as the Batarang, grappling hook, and even a Bluetooth bat tracker. Inspired by the Batsuit from the Batman Arkham Origins video game, Checkley's costume's components were 3D printed, then cast in a flexible urethane rubber. When fully assembled, Julian stands over 6 feet 10 inches, enough to strike terror into the heart of criminals everywhere. Na, most, hogy láttuk hozzá a videót is, nem tudom, hogy hol, kinek vágtam a szavába ezzel. Mert ugye a lényeg az, hogy igazán egy-egy karakternek ugye van több-kevesebb kiegészítője, és ők annyira messze mentek ezzel, hogy tényleg azt mondták, hogy megcsinálják mindet, mert elkezdték egy-kettővel, és annyira belejött a csapat, hogy még többet szerettek volna, és hát eljutottak 32-ig. Mondjuk eddig még sosem jutottam el, és persze nem is fogom. Nekem, én is így szeretem így a kiegészítők készítését, meg így a kísérletezés. Például egyik cuccomban ilyen hangérzékeny ledet kísérletezek most, ami így még hangtorzítós is, és az is így képeken semmi se fog látszani, de nekem így megadja azt az élményt, hogy igen, úgy beszélek, ahogy a karakter, meg úgy látszik. Meg Skyrimosnál volt az, hogy megcsináltam így a gyűrűket, meg a nyakláncot, ami igazából nem is látszik, mert úgyis odalóg a hajam, meg a páncél. De így mégis nekem megvan az az érzés, hogy igen, teljes a szettem, megvannak azok a kis apróságok, amiket én szeretnék, hogy meglegyenek, és másnak lehet, hogy nem tűnik fel, de nekem megadja a pluszt. Szerintem minden cosplaynek kell legyen egy időhatár, ami cosplaynek lehet nevezni. Szerintem legyen cosplay az, amin egy éven keresztül dolgozol. De amin 25 éven keresztül dolgozol, egyesek lakást építenek, mások olyan ruhaköltöményeket, ami szerintem sokkal jobb, mint amit a filmben valaha is megcsináltak, ráadásul még működik is. Szerintem ez megint nem a cosplayről szól.
Ez a fanatizmus része valószínűleg. Jó. Akarunk ehhez még valamit, vagy ugrunk? Na, nem. És hát van egy ilyen utolsó kis témánk. Ugye elmondhatjuk azt, hogy most már nem, tehát az elején még, amikor az egész cosplayezés indult, akkor nem sokaknak volt elérhető távolságban a külföld és a külföldi rendezvények. Mára azért már ugye kitágult a világ, és egyre többen próbálkoznak meg, ha csak Ausztriáig jutni, tehát egyre többen néznek ki külföldi rendezvényekre, és ugye ehhez szeretném, hogy egy-két tippet így összegyűjtenénk azoknak, akik még csak most próbálnának menni, hogy mire érdemes figyelni, szállásoknál mire érdemes figyelni, utazásnál mire érdemes figyelni, utazni mivel célszerű, mondjuk ha maradunk Európán belül, vagy ha van kedvenc rendezvényetek, amire ti nagyon szívesen jártok minden évben, és ahhoz egy-két tippet elmondottok, szerintem az is mindenkinek segíthet, aki abba gondolkozik, hogy külföldre megy. Én nem tudok tippet adni, mert én szinte nem is voltam külföldi rendezvényen, viszont van mindenképp egy tippem, ami arra vonatkozik, hogy szívja fel magát az ember a kinti cosplayerek iránti mentalitással, ha olyat lát, amiből érdemes tanulni, mint ahogy Okido is elmondta az előadásában, hogy mondjuk a dicséret az nem is olyan rossz dolog, ezt mondjuk el lehetne sajátítani a külföldi rendezvényekből, persze rosszat is lehet tanulni, de azt inkább hagyjuk ott nekik, és majd ők azt megoldják. Járják a világot, mert világot járni alapból jó, nem csak kon miatt. A kon az egy plusz jó. Én általában, hát Romániában voltam egyszer, de főképp Aninight-ra járogatok, illetve Nippon Nation-re, ami mindkettőt Bécsben rendezik meg. Idén lesz talán negyedik éve, hogy menni fogunk, versenyzünk is. Hát ugye osztrák szomszédaink hasonló mentalitásúak, némileg kedvesebbek, megértőbbek, elfogadóbbak. Meglepően jól kommunikál mindenki angolul. A konok hangulata az úgy nagyjából hasonlít a mieinkére. Viszont egy nagy pozitívum, amit így, hát így 10 éves cosplaykedés, konra járás, nem tudom hány konon, talán 50-en voltam már, az, hogy ha úgy megy oda az ember, hogy nem ismer senkit, akkor így meglepő, hogy megint milyen érdekes dolog a nulláról ismerkedni emberekkel. Ugye itthon a hazai szcénát már úgy nagyjából ismerjük, ha másról nem névről, Facebookról követjük a többieket, hogy hogy készül, és ott pedig a pár embert, ha ismerünk, és egy csomó új arcot, új embert, egy tök új élmény, illetve hát nem is új élmény, hanem hogy újra ezt az érzést így átélni, hogy itt engem se ismernek, én se ismerem őket, és akkor hello, ismerkedjünk. Amit itthon már úgy kicsit így már túlnőttünk azon a társasági szinten, ahol hárman vagyunk, hanem már tizen vagyunk, és ott már elkezdődik a klikkesedés, feeling van itthon. Ott pedig még minden új. Ez mondjuk egy nagyon fontos dolog, ha már itt ez a hello, a kommunikáció nyelve. Ugyanis ha valaki mondjuk tud angolul vagy németül, ez egy tök jó dolog, így mondjuk Ausztriában, vagy a legtöbb nyugati európai konon egyébként nagyon jól lehet érvényesülni. Viszont nekem volt ez egy érdekes élményem ez Szlovákiában, hogy Szlovákiában azokkal beszéltem a legtöbbet, akik tudnak magyarul. Tehát én hiába tudok angolul, valószínűleg átlagban annyira féltek megszólalni angolul ott a szlovákonon a látogatók, hogy egyszerűen ott például alig kötöttem ismerettségeket. Még mondjuk, hogyha Ausztriába megyek, ahol németül és angolul is lehet kommunikálni, ott sokkal könnyebben ment az egész, ugyanez elmondható Hollandiáról vagy Németországról. Én mondjuk így a úgymond kisebb rendezvényeken találkoztam inkább ezzel, hogy könnyebb így barátkozni, mert például egy londoni expón ott így örültem, hogy az ismerősöket megtaláltam, meg nem is nagyon volt lehetőségem így körbenézni, de még például egy kisebb bolgár rendezvényen, vagy valamelyik románom, vagy az Aninight-on, ahol alapból így, hát az is ilyen kisebb ahhoz képest, ott így sokkal jobban megvan erre az esély, meg a mód, hogy akkor oda menni emberekhez, mert ott valahogy így több is az üres járat, nekem legalábbis, mert expón így oda megyek, és így mire mindent bejárok, már vége a napnak. Itt meg így mindig vannak ilyen kis ücsörgős idők, és akkor így el lehet ezzel így ütni, hogy akkor most lássuk, hogy ki kicsoda. Én igazából abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy külföldi rendezvényeken főként úgy voltam, hogy meghívtak vendégnek, és ezért nekem semmit nem kellett tennem, tehát nem kellett szállást foglalnom, nem kellett utazást szerveznem, mert mindent elintéztek helyettem. Sőt, még volt, hogy asszisztenseket is kaptam, akik lesték minden kívánságomat.
de ugye egy jó ideje már fontolgatom, hogy pont a Kölni Gamescomra szeretnék elmenni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy időben kezdjünk el szervezni, mert rengeteg pénzt tudunk megspórolni, akár úgy egy repülőjegy is beleférhet, mert ugye vonattal is már, hogyha elhagyjuk a magyar határt, onnantól gyönyörűen és gyorsan lehet haladni. Szerintem nagyon fontos az, hogy felmérjük azt, hogy miért megyünk oda, mert ha jól érezni magunkat, akkor mindenféleképpen kisebb, könnyebb jelmezeket vigyünk, mert ugye 3-4 bőröndel utazni egyedül az azért elég bonyolult feladat. Viszont ha versenyre nevezünk, akkor ugye ott figyelni kell mindenféle határidőkre, amikre jelentkezés, akkor ott mindenféleképpen kell, aki segítsen, mert ugye ezt egyedül, én már ugye szintén tapasztaltam, hogy külföldön egyedül nagyon-nagyon nehéz saját magam menedzselni, hogy mindig ott legyek, ahol kell, akkor, amikor kell. Közben cipeljek magamon 50 kg páncélt és 35 kg fegyvert, úgyhogy aki erre szánja magát, szerintem ne egyedül menjen, viszont ne essen bele abba a csapdába, hogy nem beszélget másokkal, mert ugye sokkal kényelmesebb anyanyelven kommunikálni, de használja ki az alkalmat arra, hogy megismerje másokat, és ugye gyakorolja az idegen nyelveket. Hogy meglátjuk, hogy nekem idén belefér-e a Gamescom, mert ugye most szintén ugye előkészületben van sok minden, és lehet, hogy így le kell róla mondanom. Igazániból még egy érdekesség ez, ami nem is a magához az utazáshoz tipp, hanem sokszor szoktam hallani cosplayesektől azt, hogy mert a külföldi cosplayesek. Tehát van egy olyan legenda, hogy külföldön vannak azok a cosplayesek, akik így a magyaroknál így mennyivel jobbak. Ezt az annyiból fellebbenteném azt a dolgot, hogy külföldön körülbelül az összetétel úgy olyan szinten hasonló, hogy milyenkhez, hogy maximum ugye mi kicsi ország vagyunk, az arányok ehhez igazodnak, de külföldön is vannak kevésbé jó cosplayesek és jó cosplayesek. Tehát az egy nagy legenda csak, hogy mert a külföldi cosplayesek, és ott csak csodaszép és nagyon fasz a cosplayek vannak. Igen, ugye az Egyesült Államokban is azt láttam, hogy a cosplayereknek a rendezvényen a 90%-a az ilyen, hát így oké, és a 10%-a az, amelyik ilyen úristen, és szerintem ez nálunk arányaiban szintén. Csak kisebb ország vagyunk, tehát a számok törvénye alapján nálunk ez, ha számszerűsítenénk, kevesebb, de százalékban szerintem nagyjából ugyanolyan. Jó, igazániból az időmenedzsmentet azt mondtuk. Érdemes ugye a versenyregisztrációk általában egyébként sok rendezvénynél, tehát teljesen különböző időpontokban vannak. Van, ahol már egy hónappal előtte lezárják, van, ahol már egy-két hét, van, ahol még egy héttel előtte is lehet nevezni, tehát érdemes ennek is utána nézni. Ha más nem szeretnétek hozzá mondani, akkor szerintem ez volt nagyjából az utolsó témánk, úgyhogy szeretnétek-e valamit, ami mondjuk esetleg hiányzott, és most elmondanátok, vagy elköszönjünk? Az, aki mély gondolkodóba esett. Ez még mindig nem a cosplayről szól. Járjatok minden rendezvényre, ahol van cosplay. Ennyi. Zeki, mondj valamit, ami a cosplayről szól. Szerintem a cosplay sem a cosplayről szól. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket. És hát gyertek el legközelebb is meghallgatni minket, beszélünk majd még sokat. Köszönjük szépen!